Önmagában az egész darabban nekem az színészileg egy nagyon nagy kihívás, hogy egyik karakterből a másikba ugrálok, és hogy ezek elég szélsőséges állapotokban vannak általában ezek az emberek, akiket játszom. Bizonyos dolgokban hasonlítanak, de arra is ügyelnem kell, hogy meg lehessen őket különböztetni. És van mondjuk az a része, amikor tényleg egy ilyen reális dologhoz tudsz fordulni, tehát beszélgettünk például pszichológussal arról, hogy milyen egy bipoláris ember, vagy mi történik egy rossz jelz feldolgozás során, hogy ez hogyan hat ki egy emberre, és hogyan változik meg ettől a környezete, meg ő hogyan reagál a dolgokra. Ez mondjuk az a reális része, amit lehet ilyenkor használni. De persze muszáj, hogy ez valamennyire azért inkább a Matthew szemén vagy emlékeink keresztül átszűrődjön, mert mégiscsak ez az egész történet az, ahogy ő erre visszaemlékszik, vagy ahogy ő ezt most megosztja a nézőkkel. Tehát vannak benne ilyen egészen szélsőséges dolgok is, amik tulajdonképpen akár tekinthetjük nem reálisnak is, de mégis belepasszol abba, hogy egy traumatizált ember hogyan működik, vagy hogyan nyilvánul meg. És akkor van benne kisgyerek, aki mehet meg, pláne egy teljesen másik történet. Szóval nekem ez összességében inkább egy ilyen óriási puzzle-nek tűnik most, és valahogy egyszerre dolgom az, hogy összerakjam belőle a képet, meg hogy külön-külön nagyon lássam a kockákat. Mert hogy nekem ugye minden jelenetben valaki másnak kell lennem, és abban az adott pillanatban úgy jelen lennem, hogy az a személy érthető és követhető legyen. Szóval elég bonyolult, de nagyon élvezetes. Szóval én ezt a típusú munkát nagyon-nagyon szeretem. Azt elmondhatom, hogy még ehhez hasonló próba folyamatban sem vettem részt soha, mert ugye egyfelől minden úgy működik, ahogy működni szokott, olvasó próbázunk, rendelkező próbázunk, elemzünk, stb. De azáltal, hogy jelen van az Áron és a Gabi, és az, ahogy ők dolgoznak, vagy ahogy ők közreműködnek ebben a színészi munkában, az valami olyan másfajta koncentrációt meg fegyelmet követel tőlem, tehát ez most az én személyes élményem. Én azt vettem észre magamon, hogy sokkal-sokkal pontosabb próbálok lenni, sokkal jobban figyelek arra, hogy egyértelmű és határozott jelet adjak a partneremnek, mert a legkisebb bizonytalanságommal őt ki tudom billenteni. Ő megtanult valamit, megjegyzett valamit, és ha én nem azt csinálom, akkor őt ezzel megzavarom. Nem olyan könnyedén vagy gördülékenyen változtatnak vagy reagálnak bizonyos dolgokra. És hogy ez például nekem egy ilyen óriási pluszt ad ahhoz, hogy fegyelmezett legyek. És ez tök jó érzés. Tehát nekem is valahogy megnőtt a biztonságérzetem emiatt. És ez nagyon szuper. A másik dolog meg az, hogy egyszerűen fantasztikus dolog, hogy az ő környezetükben tulajdonképpen tökéletesen önazonosnak lehet lenni. Tehát, hogy nem is az van, hogy az a tékozló szeretet, ami belőlük árad, az úgy bárkinek jár, hanem egyszerűen az van, hogy te egy ilyen ember vagy, és én elfogadlak ilyennek. Megosztom veled a dolgaimat, örülök az örömödnek, megölellek, ha bánatos vagy. Tehát, hogy ez a fajta nyitottság, ez eszméletlenül megsegít egy próba folyamatot, mert olyan közösségkovácsoló ereje van, ami szerintem pótolhatatlan. Tehát, hogy nekem ez nagyon jó érzés úgy kezdeni minden próbámat, hogy előtte kapok legalább 2 ölelést, de inkább 8-at. Ez nekem nagyon-nagyon jó.